Kék egyenlőség, az új egyenlőség pszichológiai és társadalomkritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene? Máté Gábor az 56-os forradalmat követően még gyerekként emigrált Kanadába, ahol azóta is orvosként dolgozik. Felfogása szerint a testet és a lelket nem csak a diagnosztikában, de a gyógyászatban is szerves egységként kell kezelni. Meggyőződése, hogy a függőség csak egy tünet, amelynek kiváltója leggyakrabban valamiféle gyerekkori trauma. Ebből adódóan a pillanatnyi kielégülést nyújtó függőség, bár káros, mégis érthető próbálkozás a lelki fájdalom enyhítésére. Mindezen túl stresszről, betegségről, sikerről, kudarcról és az önértékelésről is beszélgettünk vele, kérdező társam pedig ezúttal Cabán Samu volt. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat a Kék Egyenlőség podcastba. Szívesen, köszönöm én is. Jó itt lenni. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye te nagyon régóta Kanadában élsz, ha jól tudom, 12 éves korod óta. 13, igen. 13. Egyrészt az, hogy hogyan határoznád meg, hogyan definiálnád önmagad, tehát magyarnak tartod magad, kanadainak tartod magad, magyar származású kanadainak, stb. És ezzel összefüggésben arra lennék kíváncsiak, hogy a magyar nyelvhez neked milyen viszonyod fűződik, elsősorban érzelmileg. Ezt azért kérdezem, mert van nekem egy több kanadai unokatestvérem is van, akik Kanadában nőttek fel, tehát az angol az anyanyelvük, és az ő szüleik, akik magyarok, az én nagybátyám és a felesége, ők nem tanították meg őket magyarul, ők csak angolul tudnak, és az egyik unokatestvérem Magyarországra jött már felnőtt korában, hogy megtanuljon magyarul, és ez két szempontból is nagyon nehéz volt neki. Hát egyrészt ugye a magyar, mint idegen nyelv, az nagyon nehéz szokott lenni, másrészt pedig érzelmileg neki azért volt nehéz, mert amikor otthon Kanadában valamilyen családi veszekedés volt, akkor az magyarul zajlott az ő fejük fölött. Teljesen értem. És azért kérdezem, hogy a te, hát az életed első 13 éve azért nem volt könnyű neked, összekapcsolódik-e valahogy ez a fajta nehézség az életedben a magyar nyelvvel, vagy nem? Nézd, először is, hogy tekintem magamat magyarnak, vagy kanadának, nem tudom, hogy válaszoljak, vagyok az, aki vagyok, tudod? Nem állítanám, hogy igazán kanadainak érzeném magamat, kicsit idegenes vagyok. A kanadai gondolkozásmenet értem, de nem teljesen osztom, tudod? Tehát én másképpen látom a világot, mert persze a legfontosabb éveim Kelet-Európában folytak le. Ez a szemben, mikor Magyarországra jövök, már nem egészen magyar se vagyok, tehát már értem, azt mondanám, hogy két világ között vagyok, de nekem ez elég kényelmes, tudod? Tehát se... igazi kanadai nem vagyok, de igazi magyar már szintén az se vagyok, tudod? Mert már nem ott élek, már életben nagy részre. Amint a nyelvet illeti, én imádom a magyar nyelvet. Ez igazán az anyanyelvem, és mikor... voltam Perúban egy pszichedelikus visszavonulásra, sámánokkal dolgoztam, a legnagyobb élményem éppen magyarul történt a fejembe, tudod? Tehát a magyar nyelv érzelmileg, lelkileg, és szerintem inkább költeményesebb, zamatosabb, mint az angol, nekem legalábbis. Az angol az szélesen az egész világot felkarolja, és precízebb az angol, mint a magyar. Angolul sok kevesebb szóval ki tudja magát fejezni az ember, általában, mint magyarul. De nekem mind a kettő tetszik, de a magyar, érzelmileg a magyar inkább imponál. Tehát akkor nincsen neked ilyen érzelmi gátoltságod, vagy nehézséged, amikor magyarul kell beszélni? Nem, sőt, élvezem is. Csak az a gátlásom, hogy már a szókincsem egy kicsit már szűkebb, mint szeretném, tudod? Tehát úgy érzem, hogy kicsit gyerekesen beszélem a magyar. Beszélsz egyébként más idegen nyelvet is? Sajnos nem.
szerettem volna, tanultam franciát fiatalkoromban, de aztán nem figyeltem oda a leget, és én még megvan az ambícióm, hogy megtanulok franciául és spanyol. Az még, és mikor gyerek voltam, jól beszéltem németül, de azt is teljesen elfelejtettem. Orszul is beszéltem egy kicsit, persze Magyarországon az volt a követeles idegen nyelv, amit iskolában annak idején tanultunk, de persze azt is elfelejtettem. A német egyébként honnan jön ez a családodban beszélt? A németet tanultam, volt egy német tanítóm, egy privát német tanítóm, ahol hetente jártunk hozzá, és németül beszéltünk, tehát mikor Münchenbe éltünk egy hónapra, miután kivándoroltunk Magyarországba, a forradalom után Németországba éltünk egy hónapig, és elég folyékonyan beszéltem németet ott a müncheni bennlakókkal. Milyen nyelven álmodsz? Tényleg a nyelves kérdéseket abba hagyom ezután. Angolul álmodok. Angolul álmodok, kivéve míg volt ez a nagy eseményem Perúba, a szavak, amit megjelentek nekem, az magyar szó volt. Neked az álmok mit jelentenek, vagy mit gondolsz az álmodásról? Nézd, a Freud nagyon helyesen mondta, hogy az álmok a királyi út, a tudat, a unconscious, a tudatlan gondolatainkra. De hogy aztán, hogy értsük az álmainkat, az más kérdés. Nekem sok álmom van, fogalmam sincs, hogy miről álmodok. Ez az se igaz. Szerintem az álmokban mindig van egy érzelmi valóság. Tehát mondjuk a történet, ami az álmokban lejátszódik, az nehéz megérteni, de az érzelmi alapja az álmomnak az mindig érdekes, szerintem. Például van egy álmom, ami többször, párszor egy évvel megjelen, hogy iskolában vagyok, egyetemen vagyok, és hogy elfelejtettem az osztályt, és még a tanárnak a nevét is, és nem is tanultam, és most a vizsga fog jönni, és nem vagyok elkészülve, és már túl késő. Pont ugyanezt álmodtam tegnap éjjel. Ez nagyon jó. Na most ez valamit jelent, tudod? Igen, abszolút. Ez azt jelenti, hogy valamire még nem vagyunk kész. Valamire még nem tettünk meg az egész munkát. És szerintem ez egy ilyen lelki munkáról szó. Tehát érzelmileg mondjuk valami jelentősége van ennek az álomnak. Én ezt úgy értelmeztem a magam számára, hogy van itt valami fajta elvárás, társadalmi elvárás az iskola felől, a társadalom felől, aminek én valamiért nem tudok megfelelni, és ez bennem szorongást kelt. De az az érdekes, hogy nekem mindig a középiskola tér vissza, az egyetem, az sohasem. És fogalmam neked sincs, hogy miért. Neked melyik? Nekem pedig mindig az egyetem. És érdekes ez a... ahogy te ezt leírod, szerintem inkább egy ilyen, nekem legalábbis egy ilyen benső tudat, hogy valami, még valami többre van szükségem, tudod? Amit még nem értem. Tulajdonképpen minek köszönhető, hogy te sikeres ember lettél, mert van egy szintén amerikai híres magyar kutató, a Barabási Albert László, aki ugye mondja, hogy a teljesítmény és a siker között nem közvetlen a kapcsolat, tehát van a teljesítmény, és hogyan változik sikerré, hogy mit tett téged ennyire sikeressé? Mi az a dolog a személyiségedben, vagy a körülményekben, amitől te sikeres lettél? Ja, azon kívül, hogy ilyen jóképű és okos vagyok, hogy vezet. Nézd, mit tudok mondani? Először is van egy tehetségem, hogy összefogjam dolgokat, hogy látjam a szélesebb kapcsolatokat. Ez mondjuk egy tehetségem, és van egy tehetségem arra is, hogy kifejezem magamat írásba vagy beszédbe. Tudod? Tehát, hogyha valami igazságot látok, és megvan a képességem arra, hogy ezt kifejezzem olyan módon, hogy másokat ez megérinti, hogy másokat megértjék, megihleti, segít nekik. Ez vezet a sikerhez. Persze őszintén szólva bevallom, hogy
mikor elkezdtem írni például, azt hittem, hogy csak arra van szükség, hogy kifejezzem a valóságomat, az igazságomat, és az egész világ futni fog, hogy lahjolnak, és hódolni fognak, hogy milyen nagy ember vagyok. Nem egészen így ment, tudod? És volt bennem a frusztráció, és miért nem látják, hogy mennyire igazam van, tudod? De idővel megtörtént, hogy nézd például, most Magyarországon megjelentek a könyveim, elég későn történt. A világ több országa, több országa már felfedeztek. A Magyarország az egyik legutolsó ország, ahol úgy mondjam, felfedeztek engem. És mikor először megjelent az első könyvem, egy magyar kiadó meg is nézte, ez a figyelemhiányról szólt az első könyvem, 97-ben vagy 8-ban jelent meg. Egy magyar kiadó megnézte, és azt mondta, hogy ez itt erre nincs szükség. Hát, gondoltam magam, hogy csak váljatok egy kicsit, tudod? És aztán 20 évvel később aztán mégis rájöttek, hogy mégis nem egy más kiadó, hogy mégis van szükség rá. Tehát azt akarom mondani, hogy bevallom, hogy volt benne egy ilyen elvárás, hogy a siker hamarabb fog jönni, és hogy volt bennem a frusztráció, hogy miért nem. De most örömmel mondom, hogy és hálával mondom, hogy azon a ponton vagyok, hogy már semmi panasznivalom nincsen, mert tényleg a munkám nagyon el van ismerve, és szélesen népszerű világszerte. Szerintem ez azért van, mert tényleg valóságokat mondom, és belátok a dolgok mélyébe, és hogy van egy tehetségem ezt kifejezni és kommunikálni másoknak. Ezért szerintem. És ez persze hozzájárul az internet, például a YouTube-on több tucat beszédem van, amit már milliók láttak, ez persze a modern technológiáról van szó, ez mind hozzájárult ehhez. Uh-huh. Neked egyébként ez egy fontos küldetés volt, hogy te sikeres szeretnél lenni valamikor az életedben, vagy ez egyszerűen csak így jött? Vagy szükséged van erre a fajta pozitív feedbackre, visszajelzésre a környezetből, vagy nem ezért fontos a siker? Érdekes, hogy minél inkább jön felém a siker, annál kevésbé fontosabb, tudod. Volt egy időpont, és nem mondom, hogy teljesen már túl vagyok ezen, hogy nagyon számított nekem, hogy mások mit gondolnak rólam. Hogy már kevésbé? Hogy értékelnek, látják a munkámban a fantáziát. Most már sokkal kevésbé. Ez szerintem az idővel és a érettséggel jár, hogy minél érettebb leszel, sokkal kevésbé számít neked, hogy mások mit hisznek, hogy gondolnak, hogy mi a véleményük. Nézd, de azt is megmondom, hogy már kisgyerekkorom óta az igazság engem sokkal inkább érdekel, mint hogy másik egyeznek, vagy nem egyeznek. Még 56-ban volt a forradalom, azt hiszem 56 tavaszán kaptam egy bizonyítványt az iskolámból, ahol a tanár azt mondta, hogy a Gábor, hogy vigyázza magát, mert lázítja az osztálytársait. Tehát Mákos érdekelt, hogy ki gondolt mit. Ha láttam valamit, kimondtam. És de emellett mégis a siker nagyon érdekelt, és hogy szeretjenek, és tiszteljenek. Nem, ez nem, minél érettebb az ember, minél inkább megtalálják saját magunkat, annál kevésbé számít az, hogy a világ mit gondol arról, hogy mit teszünk. Hogy... Te mivel magyarázod ezt az éretté válást a saját életedbe? Egyszerűen túl fárasztónak tartottad azt, hogy folyton a külvilágnak a visszajelzését keresd? Nézd, de ebbe a siker kutatásba, hogy meg angolul, hogy a valami hamuvá, az alma hamuvá vált a szájadba, tudod? Tehát beláttam először is, hogy akármennyire akarom, hogyha jön, nem jelent olyan sokat, mert a saját belső érzésem nem változik.
Egy-kettő, igen, nagyon munka holista voltam, túl sokat dolgoztam, és a feleségem azt mondta nekem egyszer, hogy te írtál egy könyvet, hogy aminek az a cím, hogy a test lázadása, na most írjál még egyet, hogy a feleség lázadása, mert neki már túl sok volt. Neki nem azt számít, hogy milyen sikerem van ott kint a világban, hogy lépek fel otthon, tudod? És amikor túl sokat dolgoztam, és stresszoltam saját magamat, nem voltam olyan kedves valaki otthon, tudod? Tehát azt is el kell határoznom, hogy mi fontos nekem. A benső siker, vagy a külső siker. És ezzel párhuzamosan, tehát mondod, hogy a siker az egyre kevésbé fontos, ezzel párhuzamosan a kudarc is egyre kevésbé fontos, vagy egyre kevésbé ráz meg téged, van rád rossz hatással? Jobban tűri az ember a kudarcot is? Nem tudom, hogy mondjam, anélkül, hogy beképzetnek, mutatom magamat, de sok kudarcot még nem tapasztaltam. Ez egy jó recept. Illetve, mikor egy hibát elkövetek, még nyilvánosan is, akkor egész, akkor zavar engem, és van a szégyen érzésem, tudod, de elég hamar rájövök arra, hogy nézd, te is egy ember vagy, hibákat tudsz követni, na most korrektált a hibádat, tudod, de ne büntesd magad miatta. Most fejeztem be a következő könyvemet, ami most megjelenni ősszel, többek között Magyarországon is, és megmondom őszintén, meg vagyok vele elégedve. Én úgy hiszem, hogy siker lesz, de hogyha nem siker is, hogyha azt mondják az emberek, hogy na most a Gábor túl nagy fába vágta a fejszejét, és nem sikerült, nem fog zavarni. Mert én meg vagyok elégedve azzal, hogy mit építettem ki ezzel a könyvvel, hogy mit értem el vele. Tehát akarom, hogy siker legyen, és érdekel engem, hogy siker lesz, vagy nem. Nagyon kívánom, hogy siker legyen ott kint a világban, mert ez egy nagy kedvenc gyerekem, tudod. De ezzel szemben, ha nem, akkor nem. Én tudom, hogy én megtettem azt, amit meg akartam tenni. Térjünk át akkor a következő nagy témakör az egyik szakterületedre, a függőségekre és a traumának a viszonyára. Ja. Ez az egyik nagy felismerésed, hogy a függőség az tulajdonképpen csak egy tünet, egy szimptóma, amelynek a hátterében valamilyen nagyon korai trauma áll. És ugye ennek fényében az a kérdésem, hogy akkor a függőséget milyen szinten kell kezelni, hogyan kell kezelni, ugye ha önmagában az ember egy ilyen esetben a függőséget kezeli, vagyis hogy megpróbálok valakit rávenni arra, hogy ettől a függőségtől megszabaduljon, akkor esetleg még rosszabbul fogja magát érezni. Mit lehet csinálni egy emberrel, akinek van valami fajta függősége, vissza lehet-e menni az ő traumájáig, vagy adott esetben ezt a függőséget át lehet terelni egy olyan típusú függőség irányába, ami társadalmilag jobban elfogadott. Mondok egy példát, hogyha valakinek, nem tudom, kleptomániája van, tehát kényszeresen lop, akkor azt át lehet terelni egy olyan irányba, hogy legyen mondjuk bélyeggyűjtő, és akkor élje ki a bélyeggyűjtésben azt, amit korábban egy társadalmilag nem elfogadott függőségben élt ki. Mit gondolsz erről? Tehát most itt két kérdést is rögtön föltettem neked. Itt a helyzet. Van egy ilyen univerzális vagy általános függőségi folyamat, ami minden függőbe szerepel. Tehát akár drogfüggő vagy, akár alkoholista vagy, akár cigarettát szívsz, akár munka függőséged van, akár szexfüggőséged, vagy pornografia, ezt mondják magyarul. Pornográfia, igen. Pornó függőséged van, vagy szerencsejáték függőséged van. Az érzelmi folyamat ugyanaz, a pszichológiai folyamat ugyanaz, és az agyban ugyanazok a mechanizmusok? Mechanizmusok, igen, aktívabb, akár még függőségbe. Tehát teljesen lehetséges, hogy valaki abba adja egy függőséget, és átmegy egy másikhoz.
mert amíg a folyamattal nem birkoztál meg, és nem gyógyítottad, akkor ugyanaz a lendület, ami egyik függőségbe sodort, egy másikba fog sodorni. És ami a kérdésedet illeti, teljesen lehetséges, hogy van egy kevésbé károsabb függőség, amire a károsabb függőséget át tudod cserélni, mint ahogy te mondtad. Uh-huh. De lehet bélyeget gyűjteni egy függőség szempontjából, vagy lehet csak, hogy mint egy passzió a szempontjából. Tehát akár még emberi aktivitás, vagy gyakorlat, vagy viselkedés lehetnek jó alapja, vagy rossz alapja. Tehát, hogyha itt definiálom neked az addikciót, illetve a függőséget. Egy függőség bemutatkozik akármilyen viselkedésbe, ami pillanatnyi öröm vagy enyhülés van, és ezért az ember nagyon kívánja, de negatív hatása van a hosszú idő folyamatán, és az ember nem tudja abbahagyni. Uh-huh. Tehát, ha úgy gyűjtöm bélyeget, hogy mert szeretem, de nem zavarja az életemet, nem hanyagolom el a viszonyomat a párommal, vagy a gyerekeimmel, nem hagyom el a munkámat, az csak bélyeggyűjtés. De hogyha úgy gyűjtök bélyeget, hogy elfojtom lelki életemet bele, és másra sem is foglalkozok, és minden mást elfelejtek, és a viszonyomat elhanyagolom, és a munkámat nem teszem úgy, ahogy kellene, az egy függőség. Tehát teljesen attól függ, hogy állok az aktivitáshoz szemben. Belülről. Na most, ami a traumát illeti, ja, hogy nézd, hogyha kleptomanes vagy, és inkább bélyeggyűjtő lesz, az egy lépés előre, én szerintem. De még legjobb lenne, hogyha kitalálnád és kidolgoznád, hogy miért vagyok annyira kényszerítve arra, hogy ezt teszem, és miért nem tudok másról gondolni, és milyen szerepet játsz ez az életemben. Na most megadtam nektek a függőségnek a definícióját, hogy egy pillanatnyi enyhülés, öröm, ezért szorongás, vagy nagy erős kívánság, hosszú időben negatív hatás, és nem tudjuk abbahagyni. Most megkérdezem tőletek, nem érdekel, hogy mit, hogy mikor, hogy, de ez a definíció szerint volt-e vala életetekbe valamiféle függőség? Nem érdekel, hogy mi, hogy mikor, vagy mennyi, csak hogy volt-e, vagy igen, vagy nem. Persze volt, egyértelműen. Okay. Yeah. Okay. Nekem egy olyan volt, ami hát szerintem határeset, ezért el is mondom, hogy mi az. Sokat szoktam biciklizni, és nagyon gyakran ugyanazon az útvonalon szoktam biciklizni. És azt hiszem, hogy ez a határesete valamiféle függőségnek, mert nekem ez tényleg vagy valamifajta komfortérzést ad, hogy ismerőségérzést ugyanazon az útvonalon. Na jó, de mi volt a negatív hatása volt, vagy nem? Negatív hatása? Nem volt igazán, akkor ez lehet, Akkor ez nem függőség. Mm-hmm. Oké? Okay. Tehát... Akkor ez kényszeresség esetleg. Ja. De szóval sem azt kérdezem meg tőle, akkor nem érdekel, hogy mi volt a függőséged, vagy mikor, vagy mennyi ideig, csak azt kérdezem, hogy mit nyújtott neked a rövid időben, mit szerettél benne? Miért, amit kívántál benne? Mit adott neked érzelmileg? Hát nekem biztonságot, vagy egyszerűen egy ilyen jutalom, stresszoldás, valami ilyesmi. Oké, okay, jó. Tehát a biztonságérzet és a stressznek az olvadása, az jó vagy rossz? Jó, abszolút jó. Jó, persze. Ez azt jelenti, hogy a függőség nem volt egy betegséged, hanem a függőség egy próba volt, hogy biztonságérzést tapasztalná, és hogy a stressznek az enyhülését tapasztalná. Most a kérdés az, és persze a biztonságérzés hiánya fájdalmas, és a stressz, a túl sok stressz, az szintén fájdalmas. Tehát a kérdés az, hogy nem kérdem tőled, de ezt most ebbe az interjúbe, de általában ezt a kérdést teszem fel a
hallgatóimnak, az olvasóimnak is, hogy oké, mi történt veled, hogy elvesztetted a világba a biztonságérzésedet? Mi történt veled, hogy olyan sok stressz van az életedbe, és te nem tudod, hogy ide a stresszt kezelni? Ennek az eredete trauma. De hát ezért mondom, hogy a maga a függőség nem az első probléma, hanem a függőség úgy lép fel, hogy egy problémát megoldani. És a kérdés az, hogy mi okozta azt a problémát. Na most erre a kérdésre vissza kell mennünk a gyerekkorunkra, mert akkor történtek ezek a traumák. Később nem alakulhat ki trauma? Elvileg igen, de általában az is attól függ, hogy gyerekkorban hogy volt a szervezeted és a személyiséged, hogy fejlődtek ki. Mert hogyha elég biztonságos alapon nőtt fel a személyiséged és a szervezeted, akkor ha később valami nehéz dolog történik, akkor sokkal kevesebb az eset, illetve sokkal kisebb az eset arra, hogy trauma legyen ebből, tudod? Tehát, ja igen, lehet trauma később is, de az alapja mindennek gyerekkorban történt. Tehát inkább azt traumatizálódik újra, akinek már eleve volt traumája. Ez teljesen így van, az úgynevezett PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, valószínűleg, vagy nem tudom magyarul, hogy fejezik ki ezt a konceptus, de... PTSD-nek szokták hívni. Jó, oké. A kutatás kimutatja, hogy a PTSD főleg azok tapasztalják felnőtt korukban, akik gyerekkorban traumatizálva voltak. És akkor egyébként, ha valaki mondjuk fiatal szülő, akkor mit tanácsolná neki, hogy mit tegyen meg, hogy a gyereke mondjuk ne legyen potenciálisan függő 20 év múlva? Nézd, amit a Sorvágás Démona című könyvemben mondom, ami a függőségről szól, a függőségnek a megelőzése még a szülés előtt kell kezdődni, mert már a stressz a terhes nőn, és be tudja folyásolni a babának, még a méhbe való babának az agy fejlődését olyan módon, hogy esedékesebb lesz a függőség később. Tehát a gyereknek ahhoz, hogy ne legyen függő belőle, béke, lelki békére van szüksége, és ez a lelki béke még a méhbe kezdődik, és a születésre kezdődik. És tehát én azt mondanám, ha nekem valaki tanácsot adott volna, és hogy képes lettem volna meghallgatni, mikor fiatal szülő voltam, az segített volna, hogy azt mondják nekem, milyen a belső, a lelki állapodod neked, mint szülő? Mennyi békét tapasztaltál? Mert hogyha nem, akkor a benned való lelki háborút át fogod adni a gyerekednek. És tehát itt a szülők lelki állapotáról van a legfontosabb szó. Mert a szülőből, akiben béke van, az nem fogja bántani a gyerekét. És aki bántja a gyerekét, az azért bántja, nem azért, mert rossz valaki, hanem azért, mert túl sok lelki vihar van bennük. És még mondok valaki mást. Én, amit tudjátok, én 44-ben születtem, az anyám tartott egy kis naplót, mikor 3 hetes most olvastam nem régen naplóját, és mikor 3-7 éves voltam, írja a naplómába, hogy kis Gabikám, törik a szíved, szívem miattad, mert már fél 12, illetve fél 1 óta sírsz, már most éjszakáról beszélünk, itt mellettem, mert azt akarod, hogy szoptatjak, de én megírtam az orvosnak, hogy csak 4 óránként etetlek, és még kell várnok még egy 15 percet, és már másfél óva bömbölsz mellettem. Na most, mit jelent egy kis babának az? Most a benszülöttek ezt nem tették. Sőt, semmi állat ezt nem teszi. Hogy egy orvosi napló szerint, időzet szerint eteti a gyereket. Akkor szokták a gyereket, amikor a gyerek kéri. Egy macska, vagy egy majom mama, vagy egy benszülött emberi anya
úgy szoptat a gyereket, mikor a gyereknek szüksége van rá. És ez a gyereki szükség nem csak élelmiszer után van, hanem a közeledéshez és az anya mellének a melegségére is van szó, ami érzelmének szükséges a gyereknek. Na most mi a hatása a gyereknek, hogyha ez megvan tagadja neki? Hogyha az anya azt mondja, hogy nem tudlak etetni még egy másfél óráig, mert nem szabad. Hát ez a gyereknek azt tanítja, hogy az érzelmei nem számítanak, hogy ő nem fontos, és hogy az ő szükségeit a világ nem fogja megnyújtani. Ez a lecke, amit egy 3 hétes gyerek megtanul. Tehát nem arról, nem nagy traumáról beszélek, nem nagy bántásról beszélek, hanem egyszerű dologról beszélek, de a mai világban, legalábbis Észak-Amerikában, sok szülő úgy van tanítva az orvosok által, a nővérek által, hogy a gyereket fel kell képzelni arra, hogy aludjon, tehát ne emeld fel, hogy éjszaka kívánja a jelenlétedet, ne emeld fel a gyereket. Inkább menjen vissza aludni. Ez traumatizálja a gyereket. Tehát ez nagyon egyszerű valami. Én nem ütés-verésről beszélek, csak arról beszélek, hogy a gyereknek nem nyújtjuk meg az érzelmi szükségleteit, ez is traumatizálja a gyereket. Tehát ilyen teljesen egyszerű dolgokból olyan védekezési mechanizmusok alakulnak ki, amik egy életre egy ilyen személyiséget hoznak létre? Pontosan, mert a gyerek akkor mindig kívülről keresi az elégtételt, hogy most hogy tudom magamat lenyugtatni. Például te is kerested, hogy hogy tudom magamnak biztonságérzést nyújtani. Ez csak azért lehetett, mert igazi biztonságérzést nem nyújtottak, mikor kicsérek voltál. Egyébként a sóvárgás démonait felhoztad a Portland Hotel Community. Ez a projekt, ez engem lenyűgözött, erről tudsz egy kicsit mesélni a magyar hallgatóknak? A Portland Hotel egy lakás, tehát egy ház Vancouverben, úgynevezett Downtown East Side, a keleti belváros itt Vancouverben, ami Észak-Amerikának a legkoncentráltabb, legsűrűbb droghasználó központja. Több ezer ember benyomja, belöki magának, vagy beszívja, vagy megeszi a tökféle drogot. Itt az emberek nagyon betegek a droghasználás miatt. Nem csak a droghasználás miatt, hanem az év miatt is, hogy a társadalom hogy bán velük, de HIV-k van nekik, májbetegségük van, sok infekciót, fertőzést tapasztalnak, stb. Szegények persze elvesztették mindenüket. 30%-uk kanadai benszülöttek. A kanadai benszülöttek a kanadai lakosságnak 5%-át képviseli, de a börtönénkben 30%-át képviselnek, és a Downtown East Side-ba, a keleti belvárosba szintén 30%-át jelentkeznek. Azért, mert ők voltak a legtraumatizáltabb, és elnyomottak, és szerencsétlenebbek, és társadalmilag abszolút bántott lakossága. És ezekkel az emberek dolgoztak 12 évig, és ez volt az alapja annak a könyvnek. Most így, de hogy kerültél? Hogy kerültem oda? Mikor először, mint orvos kezdtem dolgozni, már mikor? 80-as évek elején. Már akkor az első munkám ott volt, pontosan 6 hónapig ott voltam, aztán elhagytam azt a helyet, ahogy inkább egy magánpraxist építsek ki. De mindig volt bennem az az érzés, hogy vissza kell majd térnem. Nem tudom miért pontosan. Illetve most már meg tudom mondani, hogy miért, de akkor még nem tudtam, hogy miért. De volt bennem az az érzés, hogy majd visszajövök. És aztán 20 év családi orvos munka után és palliatív munka után, mikor felhívtak a Portland Hotelból, hogy szükségünk egy orvosnak meg tudod tenni, nem is gondolkoztam rá, azt mondom, persze, jövök.
és illetve meglátogattam, ott voltak a, ez a nagyon szegényes kis ház, és a hotel, és a, ezek a nagyon elnyomott és lenyomott drogfüggő emberek, és a bogarak, stb. És csak azt mondtam, hogy mikor kezdek? Hát nagyon, nagyon otthonosan éreztem magamat, mert, és aztán később rájöttem, hogy miért, mert az a szorongás és az a elkeseredtség, amit ők tapasztalnak, én nagyon éreztem magamban is sokszor. Tehát nagyon otthonosan voltam velük. És ez a hotel, ez hogyan próbál segíteni ezeknek az embereknek? Illetve mennyire tartod ezt a projektet sikeresnek? Nézd, először is úgy kell nekik segíteni, hogy meg kell érteni őket. Hogy miről van szó, hogy ők nem züllött emberek, nem hibát követtek el, nem valami érthetetlen betegségből szövődnek, hanem a traumáikat élik ki. És ezt látni kell. Most ehhez hozzáfüggöm, és már mondtam azelőtt is, hogy egyszer hallottam Magyarországon egy magyar addiktológust, aki meg voltam döbbenve, hogy mennyire szapulta, és mennyire nem értette pacienseit. Nagy neve van egyébként ottan. Tehát először is meg kell érteni őket. Na most, hogy milyen sikeres a kezelés, az teljesen attól függ, hogy mit tekintesz te sikernek. Mert hogy azt mondod, hogy a siker az, hogy abbaadják a függőséget, akkor nagyon sikertelen voltam. De ez nem tőlem függött. A sikertelenség nem volt csak abból ered, hogy én nem voltam kompetens, vagy hogy ezek a betegek lehetetlenek voltak, hanem ugye, amikor a társadalom annyira támadja őket, és bántja őket, ez majdnem garantálja, hogy függőség maradnak. Mert minél több a fájdalom, annál inkább a függőség. De hogyha siker az, hogy tudtuk nekik jó élelmiszert nyújtani, hogy bejöttek az orvosi randevúkra, hogy vették az orvosságait az HIV-re, vagy a májbetegségre, vagy akármire, vagy hogy csökkentették a függőségi használatot, akkor sikeresek voltunk. Tehát teljesen attól függ, hogy mi itt a sikernek a definíciója. És mondom, az, hogy nagyobb sikert éljünk el, az egész társadalomnak meg kellene változtatni az álláspontját és a hozzáállását a függőséggel kapcsolatban. És például Magyarországon a jelenlegi kormány a bölcsességében például úgy hallottam, abba hagyta a tűcseréket, vagy legalábbis csökkentette. Na most ez csak mit fog garantálni? Azt fog garantálni, hogy több emberek betegebbek lesznek. És miért? Mert lenézik őket, és gyűlölik őket. És hogy segít az valakinek, hogyha lenézem őket, és gyűlölöm őket? Tehát ezek az emberek nem csak a függőségből szenvednek, hanem a társadalmi előítélet miatt is nagyon szenvednek. És általában az orvostannak a analfabéta hozzájárulása a függőségnek, abból is nagyon szenvednek. Erre a kérdésre még vissza fogunk térni a legvégén a beszélgetésünknek, hogy tulajdonképpen milyen is egy olyan társadalom, ami nem betegíti meg az embereket, létezhet-e ilyen társadalom, és ha igen, akkor ennek hogyan kéne nagyjából kinéznie szerinted. De még egy kicsit időzzünk el annál a kérdésnél, ami szintén az egyik fő kutatási területed, hogy a stressz és a betegségek hogyan függenek össze egymással. Mitől függ az, hogy a stressz, ugye, ami egy szinte elkerülhetetlen dolog az életünkben, mitől függ az, hogy a stressz az beteggé tesz minket, vagy nem tesz beteggé, esetleg nagyobb teljesítményre ösztönöz, motivál minket? Nézd, többféle stressz van. Hogy a stressz hogy betegíti az emberi szervezetet, azt a nagy magyar származású kanadai kutató, Selye János mutatta ki a laborjaiba, amikor az állatokat stressz, a patkányokat, vagy egereket stressz alá tette, és látta, hogy az immunrendszerük le van nyomva, az immunmirigyei zsigerednek. Összezsugorodnak.
összezsugadnak, bocsáss meg, igen. És hogy a gyomorfekét kapnak, és a vese, az adrenal gland, ami a vesén van, az megnagyobbodik, mert ez a stressz, mirigy, tudod? Tehát, hogy a fizikai, a fiziológiai hatásait a stressznek, ez már a Shelley mutatta ki a Montreal laborójába. Na most persze ez nem csak a laborban igaz, ez valóságban is igaz, az életben is igaz, minél több stresszünk van, főleg krónikus stresszről beszélünk. Most van az a rövid stressz, hogyha például én ugyanazon a helyen lennék, mint te, és én megtámadnálak téged, az egy stressz reakciót váltanak ki benned, ami azt jelenti, hogy szíved gyorsabban fog verni, az izmaid megfeszülnek, a vérnyomásod felmegy, adrenalin leveled felemelkedne, és azt jelenti, hogy gyorsabb lennél, és erősebb lennél, és tudnál verekedni velem, megvédeni saját magadat, vagy elmenekülni. Tehát ez egy nagyon jó stressz reakció, ezért találta ki a természet a stresszt, hogy védjen minket. De a hosszú idő alatt ugyanazok a stressz hormonok, az adrenalin és a kortizol elzsugorodja az immunrendszeredet, gyomorgyulladást tud okozni, szívbetegséget okozni, lenyomja az immunrendszeret, tehát inkább rákosabb lesz, illetve a lehetsége a ráknak felmegy, depressziós leszel, több esedéke lesz a szívbetegségnek. Tehát van a pillanati stressz, ami csak a túlélésre van szükséges, de aztán van a kronikus stressz, ami betegít minket. Most ebbe a társadalomba, tehát az a mechanizmus, amit az természet nekünk nyújtott, hogy megvédjük magunkat, most ellenünk fordul, hogyha a hosszú idő alatt stressz alatt vagyunk. És most aztán mi okozza a stresszt? Itt a trauma hozzájárul, azok, akik traumatizál voltak gyerekkorban, akkor sokkal inkább stresszesebb lesznek felnőtt korban is. A testlázadásodban nagyon tetszik az a példát, hogy a hallgatóknak nyilván felmegy a stressz szintjük, és romlik az immunrendszerük, amikor vizsgáznak, és hogy vannak mondjuk olyan emberek, akiknek olyan a személyiség szerkezete, hogy mintha folyamatosan egy ilyen vizsgahelyzetben lennének, és egy ilyen vizsgabiztos nézni őket. Ja, ezt már tanulták a laborban, van egy, megmondom angolul, hogy evaluation stress. Evaluation, amikor valaki téged értékel, tudod? Uh-huh. És a laborban, amikor egy kis gyakorlatot kellett tenniük, fizetve voltak, hogy ezt megcsinálják, de egy kis gyakorlatot kellett tenniük, és aztán azt mondták nekik, hogy sikertelenek vagytok, akkor a stressz hormonjai felmentek, még óráig fent is maradtak. Tehát azok, beszéltünk először, illetve korábban ebbe a társadalásba, arról, hogy mennyire számít a külső siker. Hogyha nekem nagyon számít a külső siker, és mindig úgy értékelem magamat, ahogy másokat érdekelnek engem, az azt jelenti, hogy állandóan ilyen evaluation stress alatt vagyok. Ilyen értékelés stress alatt vagyok. Ennek hatása lesz a hormonrendszeremen, és az egészségemen. Tehát mennyi inkább elfogadom magamat úgy, ahogy van, minél inkább tisztelem magamat, csak azért, mert ember vagyok, nem azért, mert ezt értem el, vagy azt értem el, annál kevésbé stressz alatt leszek. De hogyha nagyon számít nekem, hogy te szeress engem, hogy tisztelj engem, és akkor nem szeretsz, és nem tisztelsz, akkor stressz alatt vagyok. Egy egyszerű. És ez a mai világban sajnos nagyon-nagyon számít sok embernek, hogy mások mit gondolnak róluk. És hogy illeszkednek be a társadalom elvárásaikba. Azt kérdezném ezzel összefüggésben, hogy gyakran elhangzik, illetve te is mondod, hogy a betegségekért valamiféleképpen, ha nem is az egyén felelős, de az a rossz megküzdési stratégia, az a rossz kezelése a helyzetnek, amivel az egyén szembesül. Tehát, hogy van valami fajta egyéni dimenziója, egyéni oka a betegségnek, ez nem veti-e fel annak a veszélyét, hogy ilyenkor
az ember felelőssé teszi az egyént a saját betegségért. Igen, most meg kell különbözni a felelősség és a bűn, között, jó? Mert ha te beteg leszel, ki legyen felelős? Ki fog felelni? Inkább te felelsz, vagy valaki más? Tudod? Tehát a felelősség magában nem egy rossz dolog. De ugye úgy értjük a felelősséget, hogy te vagy felelős, ez a te hibád, ez a te bűnöd, az valami teljesen más. Tehát az teljesen igaz, hogyha gyerekkoromban úgy éltem túl a családi körülményemet, hogy lenyomtam az érzésemet, lebíkoztam a dühömet, lefolytottam a haragomat, az felemeli a rizikót arra, hogy autoimmun, illetve rákos betegséget fog szenvedni. Ez a kutatás nagyon tisztán kimutatja. De ez hiba volt, egy bűn volt? Ezt te tudatosan tetted? Nem. Ezt te tetted, mert így élted túl a családi körülményedet. Mert a szüleid, hogyha nem tudták elfogadni a te igazi lényedet, egy kis dühös kis gyerek voltál például, vagy nagyon aktív gyerek voltál, le kell egy nyomni saját magát, ez nem a te bűnöd. Ezt te tetted tudat alatt. De tudat alatt tetted, tehát hogy lehetnél bűnös? De hogyha most rájössz arra, hogy a betegségedhez ez nagyon hozzájárult, és elhatározod, hogy ja igen, nem csak a testem lázad, én is lázadni fogok. Nem leszek olyan jó valaki, nem leszek olyan kedves, nem leszek olyan beilleszkedő valaki. Felelősséget vállalom az életemért. Az egy jó dolog. Tehát az nagyon attól függ, hogy a felelősség szóval mit értünk. Bűnt, hibát, vagy kapacitást. Lehetőséget. Ezzel függ össze részben a következő kérdésem, és akkor az interjú vége felé kanyarodunk, mert ugye azt beszéltük meg, hogy nagyjából egy órás időkeretben Igen. fogunk beszélgetni. Igen. Hogy te, amikor emberekkel, függőkkel, vagy betegekkel foglalkozol, akkor nincs-e benned valamiféle feszültség, vagy nem érzel valamilyen ellentmondást azt illetően, hogy te az itt és mostban, a jelenben tudsz valamit tenni az emberért, és az egyén szintjén tudsz tenni valamit az emberért, holott tudható, és te is hangsúlyozod, hogy az egyénnek a szenvedése, amit a jelenben látsz, az gyakran a múltból származik egyrészt, tehát időben is vissza kell menni, másrészt pedig társadalmi szintről, mondjuk egy háború, mondjuk egy gazdasági válság, éhínség, stb., hogy ez a valódi oka, még a traumának az oka is társadalmi szokott lenni. Mit tudsz tenni ilyen esetben? Megmondom őszintén, én ezen a ponton most már nem érzek semmiféle feszültséget, mert szerintem maga az a tény, hogyha valakivel vagyok, és szembenézek velük, és látom őket, és hallom őket, és elfogadom őket, és megértem őket, és ezt mind tudom nekik tükrözni, az magából segíteni fog nekik. Tehát miért lenne bennem feszültség? Na most, az teljesen igaz, hogy itt nagy társadalmi könyvekről is szó van. Azért írtam a következő könyvemet, ami az egész társadalmi stresszről is szól. Ezt persze nem tudom változtatni. Egyikünk se tud saját magából ezt nem tudom, egy varázs botot ráinteni, és most változzon a társadalom. Persze ezt nem tudom megtenni. De minél tisztában látják az ember dolgokat, minél kevés illúzióval látják a világot, annál inkább megtalálják az erőt arra, hogy a világot megváltoztassák. Nézd, én úgy könyvben lemondom, hogy bennem már volt több disillusionment, az illúzió elvesztése. Például nézd, mikor az 50-es években nőttem fel Magyarországon, én egy nagyon jó kis komcsi voltam, mikor a
az iskola igazgató említette a Rákosit, vagy a Pártot, felálltam társadalommal együtt, és mind tapsoltunk, és éljen a Párt, éljen Rákosi, éljen a Párt, tudod, vastaps. És ezt ez is hittem. És persze se a szülőim, se a tanítóim nem mertek mást mondani nekem, mert persze az veszélyt jelentek volna. Egyszer volt egy, a negyedik osztályban volt egy tanárom, aki még az év legsötétebb napja, december 21-e vagy 22-e? Azt hiszem, hogy ez változik, de valahol igen, 21 és 23 között szokott lenni. Yeah. Hát a tanítók azt mondta nekem, Ede volt a neve, Ede bácsi. Azt mondta, hogy fiúk, ma van a világnak, az évnek a legsötétebb napja, és éppen Stalin születésnapja is. De nem mondjátok senkinek, hogy ezt mondtam nektek. Fogalmam se volt, hogy milyen bátorság volt ezt az ő részéről akkor. De aztán jött történet a fogalom, tudod, 56-ba, és akkor az a szovjet hadsereg, ami zsidó baba megmentette az életemet 45 januárjában, most hirtelen barátból az én tudomásomban ellenség lett, tudod? Tehát az illúziót teljesen elvesztettem arról a világról, mint a hája lehult a szememről. Láttam nagyon rögtön, hogy mi volt itt a helyzet, tudod? Aztán mentünk, kivándoroltunk a nyugatra, most az amerikaiak voltak a nagy hősök, és a szabadságnak a garantálják és a védőik. Aztán láttam pár évvel később a vietnámi háborút, ahol meggyilkoltak 3 millió vietnámi gyereket és felnőttet. És rájöttem arra, hogy megint illúzión volt, és rájöttem arra, hogy mindent, amit a szovjetek mondtak az amerikaiakról, igaz volt, és mindent, amit az amerikaiak mondtak a szovjetekről, szintén igaz volt, de amit saját magukról mondtak, az mind hazugság volt. Tehát szerintem nagy szüksége van az embernek arra, hogy vessük el az illúziónkat, hogy látjuk a dolgot tisztán, tiszta szemmel. Manikül társadalmi változás jó irányokban nem fog történni. Sajnos a világot itt Kanadában, Amerikában, Európában, Magyarországon, Közép-Keletben még az emberek nagy sok illúzióval élnek, és nagyon nehéz felébredni. Ha itt a társadalmi változásról beszélünk egyébként, lehet az új könyvednek pont ez a témája, de tudsz esetleg mondani 3 apró dolgot, ami úgy tényleg megvalósítható, és szerinted jobbá tenni a mai világot? Nézd, azt hiszem arra mindenki képes arra, hogy a világ, hogy a valóságot megnézze. Hogy ne higgye el azt, amit a kormányok, vagy a sajtók, vagy akárki más, hanem tanuld meg saját magadnak, hogy mi a te igazságod. Ez szerintem lehetséges. Az is lehetséges szerintem, hogy a szülőket úgy neveljük, tanítsuk, hogy ne traumatizálják a gyereküket. Hogy amit mondtam az előtt, keressék és találjuk meg saját magukba a békét, hogy a gyerek, vagy a saját belső viharaikat ne tukmálják a gyerekükre. És ahhoz hiszem, arra is képesek vagyunk, amit ezt a Covid járvány nagyon megtanította, hogy mennyire szükségünk van egymásra. Olyan sok elidegenedés van ebben a világban. Emberek elidegenedtek saját maguktól, másoktól, a társadalomtól, a természettől. Szerintem ezt ki tudjuk küszöbölni. Ezek mind elérhető célok, szerintem. Gábor, nagyon köszönjük, hogy beszélgettél velünk. Köszönjük szépen neked ezt az interjút. Köszönöm, örömöm volt, és én is köszönöm a meghívást. Köszönöm, szervusz. Ez volt a Kék Egyenlőség Podcast e-havi adása. Hallgassátok a Piros és a Zöld Podcastot is, olvassátok az újegyenlőség.hu-t, vagy keressetek minket a Facebookon.